Szeretettel köszöntök mindenkit! Az előző héten sikerrel megóvtuk Guadalcanalt és elhárítottuk az amerikai partra szállási kísérletet. Így pedig minden akadálya elhárult annak, hogy felvegyük a következő küldetésünket, amely nem más, mint... járőrözés a Salmon tengeren. Bizonyára nem lesz semmi probléma. As we expected, the Allies failed to land at Guadalcanal. However, they have kept a strong presence in the area. They are planning another attack of some sort. It's of the utmost importance that the Japanese Navy remain vigilant. Routine reconnaissance is needed. We must find out all we can about the enemy's strength and location. Routine reconnaissance, valahogy kétlem, de azért csak menjünk, és... járjunk el a kapott parancsnoknak megfelelően, magyarul nézzünk körül, hogy mi van előttünk. Egyszerű, mint az egyszer egy. Commander, you are ordered to patrol around Guadalcanal. The Americans desperately want this island. We've stopped them before, but they'll be back. No matter. If they return, they'll be destroyed. Valóban? Ez nagyon határozottan hangzott, parancsnok úr, remélem, hogy tudsz valamit, amit én nem. Hát akkor vegyük át a vezényletet a hídon, a Takao hídjén. Amely viszont a játék modellje szerint egy Mogami. Ami a felettébb érdekes, hiszen a játékban kimondottan szerepel a Takao osztály rendes és helyes modellje. Innentől kezdve ez egy értetetlen és ostoba hiba. De... ha így megy, hát így megy, mindegy, dobjuk fel a felderítő hidroplánunkat. Annál is inkább, mivel az amerikaiak valami hasonlóval közelegnek. Tőlünk mintegy 3,5 km egy OS-2U Kingfisher. Vakarjuk le az égről, végtére is ez a feladatunk. Tőlünk balra pedig egy Kiso és a Tama, mind a ketten, ha jól emlékszem, akkor Guma osztályú könnyű cirkálók. That's the other patrol ship gone. It's up to us alone to retaliate. Remélem, hogy volt biztosítása. Az azért eléggé kemény, hogy other patrol ship gone. Magyarul ezt megelőzőleg is volt már legalább egy felderítő rombolónk, amelyet elveszítettünk. És lehet, hogy csupán én voltam figyelmetlen, javítsatok ki, hogyha tévednék, de én nem emlékszem semmi olyasmire, hogy a küldetés felvezetésénél ezt az aprócska tényt, hogy itt elveszítettünk egy-két hajót, szintén felderítés közben megemlítették volna nekünk. De gondolom abból indultak ki, hogy amint elkezdenek ránk lőni az amerikaiak, úgyis rá fogunk jönni, hogy itt vannak. De innentől kezdve eléggé bonyolult ezt a küldetést felderítésnek nevezni. Na mindegy. Előttünk a USS Parrot. The destroyers are fleeing, sir. Go to Fritzbeat. Get them. Sir, we have a few enemy destroyers in range. Attack and destroy them. They'll regret straying so close to us. Ezzel párhuzamosan előre kívánom küldeni a felderítő hidroplánomat. Tudom, ez eléggé eretnekség tőlem, hogy a felderítő hidroplánt egyszer az életünkben a Battle Station Specific játék során konkrétan felderítésre használjuk, ez elég komoly eretnekség, de... néha nekem is lehet fejfájásom, nem igaz. Oké, először talán... nem is tudom, USS King-et kéne kikapcsolni, de aggasztó a közelsége. Nem zárom ki, hogy torpedó támadást fog intézni hozzánk. Azonban még lőtávon kívül van. Nem sokára talán tüzet nyithatok. El is fordulok, hogy minden torony részt vehessen az oldalsor tűzben. És... tűz. Nézzük a találatokat. Ilyen aránylag messziről egyáltalán nem rossz szalvó. Gyorsan pontosítok is, a BSP világában nem egy rossz szalvó. Itt most minden bizonnyal kapni fogunk az arcunkban egy-két dolgot, de semmi probléma, nekem is vannak torpedója. Nagyjából így. Váltunk főfegyverzetre, cél a USS King. Ismét. Én úgy vélem, hogy találatot fogunk elérni a Paraton. Szép!
tavaly is kapott egyet az arcába, de nagyon-nagyon rossz helyen van, Tomom. Idegesítő. Nem az a probléma, hanem az jelenti a komoly gondot, hogy amíg az ott életben volt, addig minden esélyünk meg volt arra, hogy torpedót kapjuk az oldalunkban. És miatt én ezzel kénytelen voltam foglalkozni, az Alden mindjárt el fog kotródni innen. Ami szintén annyiból problémás, hogy mindössze ez az egyik fő célja a küldetésünknek, innentől kezdve. Már most nem áll jó a dolog. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Kapja a légvédelmi tüzet a hidroplánunk. Húzzunk előrébb. A Brooks és a Balmer. Furcsa mód nem nagyon van túl. Vajon miért? Tehát csak nem akarnak csapdába csalogatni az Aldennal. Ilyen igazán nem történhet meg, nem igaz? Nem hinném, hogy ez a helyzet. Úgy értem, hogy semmi nem vág egybe. Nem veszítettünk el az előbb hasonlóképpen a mi küldetésünket höz hasonló dolgot végző hajókat. Többet is, mint egy. Kiindulva a játék elején történtekből. Csak sikerült elkapnunk az Aldent. Kaptunk is egy naval supply-t, ami... Improved ship movement, improved repair team. Jó, igyekezek emlékezni erre, ugye? Kérdéses, hogy mennyire fog menni. Lekapták a felderítő hidroplánunkat, de gond egy szelse. Katapultra pakoltam egy... Ez egy csatahajó. Ez egy csatahajó. How could we have been so foolish? We need reinforcements. Bizony, ki gondolta volna, hogy ez egy csapda. Oké. No answer, sir. Send it again. Improved ship movement. Bekapcsolva. Forduló közben azért, hogy az amerikai ne érezze annyira jól magát, kiszórtam egy néhány torpedót. Különben az üldözésünkre a USS Sovakot átküldték. A Sovakot. Ő történelmileg Guadalcanalnál, hogyha jól emlékszem, akkor Kirishimától kapott az arcába nem keveset. De aztán jött a Washington és megmentette a helyzetet. Ippen, hogy? Egy újabb könnyed forduló. Másodlagosunk tüzet nyitott valamire. Nem! PBY Katalin. Minden bizony a torpedó támadás kísér el intézni. Ráadásul ketten vannak. Most már látom a másikukat is. Oké. Okay. Ő megvan. Ő a légvédelmi némileg holterében van. Ugyanis a légvédelem a hajó oldalán összpontosul. Ezért ki fogja oldani a torpedókat. És de megcseszheti. Oké, folytassuk áldásos tevékenységünket a saját torpedóinkkal. Nem tudom, hogy találatot érünk el, de ez majd, hogy nem másodlagos is. Hogyha a manőverezésre készítetjük a Sovakot, akkor azzal már érdemi rész sikert értünk el. Az összes torpedónkat kiszórtuk. Hátul a USS Brooks üldöz bennünket, ami azért egy rombolótól meglehetősen elvetélt próbálkozás. De minimum rossz ötlet. Mindjárt átküldök két darab, jobban mondva egyből 10 darab 203 mm-es érvet arra vonatkozólag, hogy miért egy rossz ötlet kergetni minket. Brooks, Brooks haverom, azért nem egy csatahajó vagy, ne keverd össze a szezont a fazonnal, erről beszélek. A Sovak... lehet, hogy kap egy-két torpedó találatot. Így van, eltaláltuk, wow! Nem gondolnám, hogy komoly.
kárt tettünk benne, de minden picike számít. P-40 Warhawk vadászgépek fölöttünk, amelyek a hajónkra, a Takaóra ugyan nem veszélyesek, de ettől még zavaró, hogy ott vannak, úgyhogy tűz, tűz, tűz. Sajnos vadászgéphez méltóan jelentős magasságban vannak, így aztán kizárólag a nagy kaliberű légvédelmű képes lőni. És nem figyeltem oda közben a kormányra. Ami a teljes bal kitérésen maradt. Nem olyan óriási probléma, South Dakota-nak szintén vannak problémái. Hála a torpedóiknak, nem gondoltam arra, hogy eltaláljuk konkrétan. De én nem fogok panaszkodni. Egyelőre foglalkozunk a Bomberrel, ne kerülhessen torpedóindítási pozícióba. Azt hiszem, hogy a szodak lő ránk. Ami nem az egészséges táplálkozás szinonimája. Ami a 406-os gránátjait illeti. Viszont a Bulmertől azt hiszem, hogy elköszönhetünk. Óhokok próbálkozzák kapkodni a bombázógépeinket. Ha már megkaptuk egyébként a bombázógépeket gyors segélyként a főhadiszállást, akkor mégis kísérlek bombatámadást indítani a South Dakota ellen. És közben a légvédelemmel elkaptuk a Warhawkot. Már csupán egy. Így tévedtem. Egy komplett vadászgép raj még voltam. Átveszem Betty néni irányítását, és a biztosra menés elve alapján következőt fogjuk tenni. Körülbelül ugyanaz, mint amit az angolokkal elvégeztünk, csak itt most a sokkal erősebb légvédelem miatt ez erősen egy szuicid támadás lesz. De nézzük, hogy megéri-e bombákként. Szép találat. Húzzuk fel, takarodjunk el. Szodaki máron ég. Próbálkozunk kivonni magunkat a... Oké, ezek csak... Dobjuk. Fú, épp időben. Jó van, Takao, kérlek, folytasd a visszavonulást. És forduljunk, amennyiben erre módunk van, és kísérjünk meg újabb támadást vezetni a szodak ellen. Köteléket vezesse a Takao. És vegyük át a Yamashiro irányítását. Egyébként mellettünk a Kirishima. Tehát még akár az is elképzelhető, hogy a történet meg fogja ismételni magát, és a Kirishima ismét beköszön a szodaknak. De minden csak szépen sorjában, uraim. Egyébként a Sazanami és az Amagiri a kíséretünk tagjai között, valamint az Isonami, a sort a Hatsuyuki és az Uranami zárja. A Softly. A célunk egyelőre még mindig az lövegtornyok helyzetbehozásával foglalkozok. Teljes oldalsortűz. Előttünk egy Katalin, nem különösebben érdekel a dolog. A Softly gyakorlatilag elpárolgott. Az új cél... Heyu. Imáron a másodlagosok is képes tüzetni, hiszen az amerikai rombol utába ért. Egyetlen sortűz ehhez elegendő is volt. Másodlagosok fent. Cél a strong. Beszélgessünk arról, hogy mi a lexikális definíciója az esélytelen szónak, nem? Oké, de a vízből még nem vagyunk kint. Ami tulajdonképpen nem egy rossz dolog, egészen addig a pontig, amíg a víznek a felszínén vagyunk, és nem pedig alatta, nem igaz? Yamashiro hidroplánját is feldobhatom, ám bár ennek sok jelentősége nincs. Kirishima, egy Kongo osztály. A játékban valamiért nincsen modellezve a repülőgép katapult. Ez itt nem feltétlenül néz ki jól, viszont van egy olyan nem megérzésem, hogy a szodakot csupán a nehéz bombázóinkkal képesek leszünk elsüllyeszteni. Nézzük! A USS Cleveland, a valamelyik csatahajó flotta kíséretét adja, melynek máskülönben tagja az Indiana és a Massachusetts.
kísérők, még egyszer a English, a Brooke, Columbia, bocsánat. És a Charles S. Sperry, nem tudom, hogy Brooke-ot honnan vettem. Egerem folyamatosan szivat engem. Persze fogjam az egeremre, mint mindig. Hajrá, bombázók! A légvédelem érdekes módon még mindig nem nagyon tépte meg őket, ami óriási furcsaság. Bombákat kioldom. És... átveszem a csatahajók irányítását újfent. Találtott, elértünk ugyan a Sodacon, de ez még nem biztos, hogy elegendő lesz. Kaptunk egy újabb Naval Supportot, nem erre gondoltam, hanem... egy nap el fogom találni a billentyűzetemen a szükséges gombot. Improved Ship Movement. Egyőre arra még nem fogunk sort keríteni. Na most... a formáció nem hiszem, hogy ezt így fogjuk hagyni. Tehát a formáción alakítanunk kéne. Például a Kirishimát egy leheletnyit előrébb küldöm. Azért, hogy a kilövést ne akadályozza. Többé-kevésbé egyfajta rajvonalba fogunk felsorakozni. Édes Istenem, Egér. És itt is rendezik a formációt, hogyha van egy lélegzetvételnyi időnk, tehát... a Kiszót és a Tamát nagyjából így fogjuk elhelyezni. És megfordulunk, és a Sodactól elköszönhetünk. Nehéz bombázóink megoldották a problémáinkat. Nézzük, van-e még egyéb dolgunk, remélem, hogy nagyon nincsen. De azért a felderítést folytatni fogom, tehát te gyere ide, és Takao, kérjünk egy újabb repülőgépet. Te pedig gyere ide, én a mai napra több meglepetést nem szeretnék bevállalni az amerikaiaktól. Okay. USS Indiana és USS Massachusetts, az amerikai csatahajók főütő ereje. Hát is fogalmazom ezt egyből. A formáció főütő ereje, és már is tüzet nyitottak ránk. Nekem még nincsenek lőtávolságban. Nagy baj, remélhetőleg nem lesz, ha a bombázóim a segítségünkre fognak sietni. Jó. Massachusetts 3 kilométer. Először az Indian előjünk. És manőverezzünk, hogy ledobjuk az irányzékukat. Ineffektív. Ez kényelmetlen. Jó, vezessük rá a bombázókat, mert nem lesz időnk arra, hogy értelmes ráfordulást végezzünk. Á, ez a Kirishima. We got fire on board. Ó, nem az a Kirishima lesz. Előbb javítsuk meg a tüzet. A Kirishima kapja az arcába az áldást, ami nem a legjobb dolog, de valakinek kapnia kell. Különben váltatnék a... ez nem is hülyeség. Látsunk például az Isonemira, és... néhány torpedóval kínáljuk meg az amerikaiakat. Néhány torpedó alatt értelemszerűen az összes torpedót értem. Hogy máshogy, nem igaz? Oké, okay, ezzel meg vagyunk, váltsunk vissza jó öreg Yamashiro-ra. És nem is biztos, hogy először a csatahajókkal kéne foglalkozni, habár mivel mással, nem igaz? Kirishima, egyelőre még bírod, de már azért érezhető a fájdalom az arcodon. Nézzük, elérünk-e torpedó találatokat. Úgy gondolom, hogy igen, az Indianát elérte egy torpedó. Ahogy a Massachusetts-et is. Szép iszonami, gyönyörű. Folytassuk a tüzelést. Ó, Kirishima. Válj ki az arcvonalból. Ez egy rohadt... ah, megcsíptem, jó, ott van. Ineffektív, a másodlagosok valószínűleg semmi értelmes kárt nem képes tenni az amerikai csatahajóban, de ez rendben van. Még mindig a Kirishimára lőnek. Ami nem jó. Hatsuyuki. Remélem, hogy nem fog belemenni a saját rombolónk.
Xonemi, leválni a katalikból. Késő. Csessze meg. Az Xonemi-nak kicsöngettek. A pozitívum az az, hogy az amerikai csatahajók is süllyednek, legalábbis az egyikük, az indián pedig mindjárt. Gyerünk, Yamashiro! Szép! Most már. Takaónak sikerült a T-szárába befogni az amerikai köteléket. Bár ezen a ponton ennek már túl szottan sok jelentőséget nincsen. Kirishima? Azt hiszem, hogy a Kirishimát sikerült megmentenünk. És már van a Cleveland, aki még megpróbálkozhat elmenekülni. De ennek reális esélye már ott nincsen. Így van. Glögy-glögy, amerikai. ez irritáló, elveszítettük az Xonemit, aki ráadásul nagyon fontos találtoknak ért el a torpedóikkal, a torpedóival az amerikai hajókon. De mit lehet tenni? Győztesként hagyjuk el a csatateret és az Xonemi túlélőit. Kivesszük és kimentjük a vízből. És találkozunk mi pedig a következő küldetéssel. Remélem, hogy akkor is velem tartatok, bár bevallottam, nem voltam most a legösszeszedettebb. De minden jó, ha jó a vége. Addig is vigyázzatok magatokra, és még egyszer találkozunk legközelebb. Sziasztok!